Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a ma este résztvevőit, hallgatóit ezen az előadáson. Én dr. Fábián Mária vagyok, a Forever cégnek 19 éve egy igazgatója, és a Forever termékeknek a használója és használtatója. Orvos vagyok, én nagyon-nagyon sok jó tapasztalatot és jó eredményt éltem át, és éltem meg ezekkel a termékekkel, akárha jó magam, családom vagy a környezetem használta ezt a terméket, akárha csak úgy ajánlottam, hogy egészítsük ki esetleg a problémákra szedett gyógyszert, vagy hogyan előzzük meg ezekkel a termékekkel a bajt, a nagy tüneteket. De azt érdemes tudni, hogy nem csak a termékekről szól maga a Forever cégnek a működése, hanem az amellett, hogy egészséget kínál, komoly pénzkereseti lehetőséget is ajánl. De ne menjünk elébe, nézzük meg együtt, hogy valójában miről szól magának a cégnek a működése. Igazából, ha megnézzük az életünket, a mindennapjainkat, akkor nem találkoztam még olyan emberrel, aki nem mondta volna, hogy több idő kellene nekem, hogy tudjak utazni, hogy tudjak jobban élni, vagy sokkal gyorsabban jutnék el bárhova, hogyha autóm lenne, vagy egy új autóm lenne. Ehhez és az élethez több pénz kell. Szeretünk gondoskodni, tartalékot félretenni. Láttunk sok bajt, problémát, és mennyire jó volt azoknál a családoknál, ahol megtakarítások voltak, lényegesen kevesebb idegeskedést és feszültséget okozott a hatalmas változás az életükbe. Sokan szeretnének főnök nélkül élni, vagy segíteni másoknak, tehát nem egy alkalmazotti létben élni. Nagyon örülünk annak, amikor a munkánkat elismerik, hiszen akkor érzi az ember, hogy valóban jót csináltam, és valóban jól csináltam. Sajnos ez a mindennapi életünkben nagyon-nagyon kevés helyen van meg. És nagyon-nagyon sokat ad az életünkhöz, hogyha egészségesek vagyunk. Ezt szeretnénk megtartani, vagy helyreállítani, hogyha nem így van. A Forever Living Products cégről annyit érdemes tudni, hogy 45 éve alapította Rex Mohn, a képen látható úriember az alapító. Ő az, aki kidolgozta, és az aloe növénynek a különlegességét, az aloe növénynek a ránk, tehát az emberi testre hatékony, jótékony hatását kutatta egy csoporttal, és utána, amikor azt mondta, hogy ez van, akkor, hogy jó eredmények vannak, akkor úgy döntött, hogy az aloét termeszti, előállítja, különböző termékeket készít belőle, és eljuttatja most már a világon nagyon-nagyon sok országba. Ez egy családi vállalkozás, családi értékrenddel. Tehát fontos a család, a gyerekek, fontos az egészség, fontos a gondoskodás. És piacvezetők vagyunk a kategóriánkban, tehát a táplálékkiegészítők és a bőrápolás, szépségápolás területét. A küldetésnyilatkozatot olvasva pedig úgy érzem, én ezt élem meg most már 10 éve, hogy jó helyen vagyok, hiszen olyan önmagamat hatom, és becsületesen, tisztességesen kínálhatom magát a termékcsaládot, a magának a cégnek az üzleti ajánlatát, mert tudom, hogy azt fogják megkapni az emberek, amit én kínáltam, lép minden évben és mindenki. Érdemes tudni, hogy 161 országban van most már jelen, hatalmas USA dollár bevétellel, készpénzben gazdag cégről van szó, és mindent egy kézben tart, tehát nem engedi meg azt, hogy kiszolgáltatott legyen a termék előállítása, tehát nem csináltatja valakivel ezeket a termékeket, hanem a cég maga állítja elő, és ezáltal figyel arra, hogy egyrészt minőség legyen, termékminőség, és az előállításban ne legyen hiba.
Amit még érdemes tudni erről a cégről, ugye 45 éve van a világon, Magyarországon most már 26. éve, 27. éve ismerjük és ajánljuk a Forever termékeket. Évente körülbelül 2 millió ember lép szintet ebben a cégben, tehát nem egy mohásodott, előregedett cégről van szó, hanem egy nagyon aktív, új fogyasztókkal és új üzletépítőkkel tarkított és tűzdelt cégről van szó. A cégnek átlagban 75 millió forint óránként a bevétele, napi 24 órában, tehát akkor is, mikor alszunk, vagy akkor is, mikor hétvége van. A Forever cég egy aloe vera company, tehát az aloe vera a növények termesztője, az aloe vera feldolgozója, és ezáltal a különböző belsőleg és külsőleg használatos termékek előállítója. Így néznek ki a nagy aloe ültetvények, vagy igen, és kézzel van gondozva, kézzel van szüretelve, locsolva, biogazdálkodást használ a cég természetesen azért, hogy minden a lehető legnagyobb tisztasággal kerüljön későbbiekben az asztalunkra. Ebből az aloe növényből a belső kocsonyás zselés anyagát felhasználva 5 féle italt készített a cég, tehát maga az aloe vera belsőleg is fogyasztható és iható. A sárga flakonos csak aloét tartalmaz 99,7%-ban, és semmiféle hozzáadott tartósítószert nem tart, nincsen, tartósítószere nincs. Azt jelenti, hogy egy speciális módon végezték el, hogy a növény hatóanyaga ugyanúgy megmaradjon, és ugyanúgy fogyaszthassuk itt Magyarországon is, vagy Romániában, vagy Európában, mintha ott a szubtrópuson leszettük volna, leszületeltük volna a levelet, és azt tesszük. A különlegességei a géleknek, hogy a tőzegáfonyát tartalmazó gél a légutakat, kismedencét védi még, a mangó és a barackízesítés az inyenceknek nagyon jól jön, és szívesen fogyasztják, vagy szívesebben fogyasztják az alegélt ezzel, és a kékfedeles gél pedig 3 féle természetes porcvédővel van dúsítva, és ezáltal az ízületeinket, porcainkat, a mozgásszerveinket nagyon jól védi. Aztán nézzük, mi mindenre használjuk, és szeretném csak átfutni a termékeket, hiszen lesz és van olyan videó, amiben részletesen a termékekről fogok beszélni. Az immunrendszerünket tudjuk védeni nagyon különlegesen összeállított termékkel. A csontokat, ízületeinket nem csak a géllel, hanem ezekkel a készítményekkel, mely hialuronsavat, speciális kurkumin és nem alkotóelemeket tartalmaz, vagy kalciumot, magnéziumot, D-vitamint és nyomelemeket, vagy a meszesvázú állatkák anyagát. Aztán nagyon-nagyon jó, amikor az antioxidánsokat fogyasztjuk, C-vitamint, farkasbogyót, édesgyökeret, illetve nagyon figyelnünk kell, hogy a bélbaktériumaink épségét és megfelelően összeállított flórát, tehát a bélflórát ezekkel a bélbaktériumokkal pótoljuk és helyreállítsuk. Fontosak a multivitaminok felnőtteknek vagy gyerekeknek, ha bár ezt nem csak gyerekeknek, hanem bátran fogyaszthatják felnőttek is. Könnyen rágható, könnyen elfogyasztható, és ezáltal pótoljuk a vitaminjainkat. Szív-érrendszer védelmében különböző alkotóelemek és különböző anyagokat készített a cég. A Nobel-díjas vegyületet tartalmazó omega-3 készítményre szeretném felhívni a figyelmet, ugye a fokhagyma egy kiváló készítmény, és szintén Nobel-díjas vegyületet tartalmaz ez a csomag, amelyben Q10 van, vagy a másik pirossal jelzett csomag, amelyben L-arginin van. Hogy mi mire jó, és miért is használhatjuk, azt érdemes megkérdezni, vagy utána járni részletesen.
Ebben a dobozban, a fókuszban olyan növények, olyan vitaminok együttesét rejtett el a cég, amely mind a fizikai, mind a szellemi fókuszáltságban, tanulásban nagyon sokat tudnak segíteni. A hormonrendszerünkre is állított össze különböző készítményeket a cégünk, mind a férfiaknak, mind a nőknek, mind a vegetatív idegrendszer vagy potencia növelésre, és mind szellemi, mind fizikai potencia növelésére használható maga ez a makát is tartalmazó készítmény, illetve a zöld növények, búza, lucerna, árpa szintén jól védi és jól táplálja a hormonrendszerünket. Gondolhatunk arra is, hogy az energiaszintünket javítani kell, akár akár a zöld növények italformájában, akár az L-arginin, vitaminok, színes gyümölcsök szintén italformájában, akár az energiaitalok abban segítenek, hogy a mindennapokban töltik a lemerült akkumulátort a testben, és ezáltal növeli az energiaszintünket. A mézipari termékek különlegessége, hogy kimondottan bio területről származó virágokból gyűjtik a méhecskék a mézet, és ezáltal a méhkaptár különlegességeit tudja a cég előállítani, a propoliszt, a virágport, vagy a méhpempőt, és kínáljuk még természetesen a kaktuszvirágmézünket. Kínálunk és tudunk javasolni, ajánlani a szemünk védelmére olyan speciálisan összeállított kék kapszulát, amely nem csak a látásunk élességében tud segíteni, hanem a képernyő okozta terhelést vagy túlterhelést segít csökkenteni, és ezáltal pihentetni a szemet. Nagyon-nagyon sok oka van annak, hogy az elmúlt évtizedekben lényegesen több családnál kell úgymond pozitív családtervezést, vagy a babavárást egy picit segíteni. A tisztítással, a táplálással nagyon jól tudjuk mind a férfi, mind a női testnek az állapotát javítani, és ezáltal az a várva várt baba sokkal könnyebben, egyszerűbben megérkezhet. És hát érdemes tudnunk arról, hogy a cégünk egy komplex életmódváltó programot állított össze. A Clean 9 vagy C9 program egy 9 napos intenzív tisztítással segít, és ezáltal természetesen a táplálkozás átállításával, a mozgás beállításával segít elindítani az életmódváltásunkat. Az F15 program az pedig utána 15 naponta folytatja azt, hogy ezt a kívánt akár testsúlyt, akár életmódváltást valóban el tudjuk érni, és valóban ott tudjuk tartani. A Vital 5 dobozunk ötféle terméket rejt magába, azt a legfontosabb ötféle terméket, amely egy menedzser, egy mindennapokban élő, pörgő életet élő embernél a legfontosabb termékek azért, hogy az energiaszintünket és a testünket védjük és egészségesen tartsuk. Ezben lehet válogatni, tehát le lehet cserélni a különböző gélekre, és nem csak a naturgéllel lehet ezt fogyasztani. Aztán használhatjuk a 4 napos intenzív, úgymond restart csomagunkat, amely mind a fizikai, fölborult az életünk, fölborult a táplálkozásunk, a pihenésünk, a túlhajszoltság következtében. Egy 4 napos újraindítással kezdhetjük, ami segít abban is, hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is adjunk magunknak nagyon jó dolgokat. És hát érdemes tudnunk, hogy az aloe vera növény az 5000 éve ismert a bőrápolás, a szépségápolás területén, tehát mi is természetesen külsőleg használjuk, és külsőleg is ajánljuk a termékeinket.
A nagyon régről ismert kiváló készítményünk a First 11 összetevőjével külsőleg használható bőrégésre, sebekre, hegekre, vagy csak egyszerűen a jól működő bőr ápolására. A 86% nyaloét tartalmazó zöld krém és a pici aloe és jojobát is tartalmazó készítményt pedig azért javaslom, hogy ezek legyenek otthon is első segédcsomagként, akár gyereknél, akár felnőttnél nagyon jól tudjuk használni. De vannak különböző krémeink, amelyek a száraz bőrt védi, a propolisz gyönyörűen táplálja, az MSM kiváló az ízületek védelmére, illetve van egy új krémünk, ami sokféle összetevőjével egy hűtést, ezáltal egy fájdalomcsillapítást, de izomlazítást is fog végezni. A body lotion a jojobával, aloéval gyönyörűen védi, ápolja a bőrt, azt tapasztalom, hogy még a babáknak popsikrémként is, tehát annyira barát, és annyira bio, és annyira bőrbarát ez a krém, hogy a babáknál is nyugodtan használhatjuk, ugyanúgy a napvédőkrémünket. És hát a testhigiéniás termékek a fürdőszobában, a folyékony szappanban babákat, sebeket, vagy sebekkel rendelkező bőrt, vagy bármilyen igénynek és problémának kitett bőrt fürdethetünk ezzel az úgynevezett folyékony szappannal, de az avokádót tartalmazó szappannal is. És hát a pici parfümöt tartalmazó tusolózselé, illetve mosakodó pedig egy kellemes illatot adhat a bőrnek, ha ezt használjuk. A hajápoló család pedig helyreállítja a fej bőrét és ezáltal a hajat. Választhatunk még az alumíniumsómentes deóból, a fluormentes fogkrémből, és természetesen a különböző különleges illatú férfiaknak is jól használható borotválkozás utáni arctejből. Készült a cég különböző termékcsaláddal, a fiataloknak a bőrét gyönyörűen táplálja, regenerálja, védi ez a termékcsalád. Az idősebb, érettebb bőrnél már egy impulzívabb, vagy fontosabb regenerálásra is szükség van. Például ebben már a kollagén tablettát is berakták, és abban az esetben, ha különböző bőrhibákat szeretnénk javítani, helyreállítani, akkor ez ebből a kék családból fogunk tudni választani. És hát van négyféle különleges illóolajunk, ami úgy gondolom, hogy a borsmenta, a citrom és a levendula az egy alap, ami nagyon jó, ha van otthon, és bármikor használhatjuk különböző helyzetek megelőzésére, megoldására. Na nézzük csak, hogyan vásároljunk, mert hát nagyon sokszor elmondják nekem, hogy jó, de hát vagy így videón keresztül beszélünk, vagy személyesen, és mutogatom a termékkatalógusból a termékeket, de miért így van ez? Miért nem azt mondom, hogy menj be valamelyik boltba, és kérlek, vásárolj? Hát a következő miatt a cég úgy döntött, hogy saját maga fogja ellátni a termékekkel az érdeklődőket és a vásárlókat. És mivel bármilyen vásárlói kódszámot kérünk, mert hogy így tudunk a cégtől vásárolni, bármilyen vásárlói kódszámot kérünk, és bármilyen szintet elérünk, sosem minősíti vissza a cég, ezért én azt javaslom, hogy ne innen-onnan vásároljunk, ne innen-onnan akarjunk beszerezni terméket, hanem egyszerűen a cégtől közvetlenül, hiszen még visszafizetési garanciát is fog adni nekünk. Válogassunk össze egy pár terméket, és hogyha nagyon-nagyon közel lakunk a raktár mellett, ami manapság már nagyon ritka, akkor egy ilyen papír formanyomtatvány kitöltésével meg tudjuk venni ezeket a termékeket.
Vagy megtehetjük azt, hogy elegánsan kiválasztunk egy dobozt vagy termékeinket, és ezek után vagy regisztrálunk, és már azonnal fogjuk várni, vagy meg fogjuk kapni azt az 5% kedvezményt, ami minden egyes regisztrációnál megtörténhet. Elérhetünk egy nagykereskedelmi kedvezményt is, ez az úgynevezett 30%-os kedvezmény, vagy bármelyik 2 hónap alatt összegyűjtögetjük a szükséges termékeinket, vagy megvásárolunk egy startcsomagot, vagy megvásárolunk egy dobozt. Ezekben mindegyikben kedvezmény van. A startdobozt tulajdonképpen 3/4 termék megvásárlásával azonnal elérjük a nagykereskedelmi kedvezményt, tehát 30%-kal tudjuk megvenni, vagy a másik dobozban pedig tulajdonképpen 2 pontnyi, mert minden terméknek van pontértéke, 2 pontnyi termék megvásárlását 30%-kal kedvezménnyel kapjuk már meg. Tehát mindegyiknél kedvezményt kínál a cég. Választhatjuk, és érdemes megnézni a startcsomagoknak az összetételét, mi az, ami nekünk a családban a lehető legjobb és a legkényelmesebb. Na és akkor egy picit már át is csúsztunk az irányba, hogy hogyan, mi a kínálata a cégnek. Eddig, amit elmondtam, a vásárlóknak megadott kedvezményekről szólt. Nincs csatlakozási díj és nincs tagsági díj, tehát a csatlakozást ezért is javaslom. Ez egy különlegesség lesz, nem kell soha megújítani, és soha senki nem fog hívni minket, hogy de adjál még pénzt, azon kívül, hogy a terméket megvásároljuk. Nincs visszaminősítés, tehát hogyha van már valamennyi kedvezményünk, van egy nagykereskedelmi kedvezményünk, vagy elértünk egy építéssel, egy rendszerépítéssel valamilyen szintet, és esetleg nem tudjuk folytatni, nem minősít vissza minket a cég. Mindig 2 egymást követő hónapban van lehetőségünk, hogy elérjünk valami eredményt. Tehát tudunk tervezni, hogy melyik 2 hónap legyen az. És a bónusz kifizetés a forgalom 143%-a alapján történik, ezt nem tudjuk megmondani, hogy miért. Én nem szoktam reklamálni emiatt, hogy több bónusz, több pénzt fogok kapni hónapról hónapra a cégtől. Van lehetőség, és erről fogok még beszélni, hogy jogdíjszerű passzív jövedelmet hozzunk létre. Akár a 160 országban nem csak személyesen, hanem online is tudunk üzletet építeni. Autóösztönző program részei lehetünk, tehát megkapjuk 3 éven keresztül 5-7-9 millió forintnyi összeget, amiből én úgy gondolom, hogy egy tisztességes, jó minőségű autót lehet vásárolni. Vagy jutalomutazások a kifizetett bónuszon felül, és természetesen 13. havi extra jövedelemre is van lehetőség, és nemzetközi bónuszokat is kifizeti a cég. Na nézzük csak, miért van erre lehetőség, és hogyan van erre lehetőség. Egyrészt tudnunk kell, hogy a hagyományos kereskedelem az úgy működik, hogy valaki egy terméket előállít, tehát ő a gyártó, és ezek után azt mondja, hogy meg lehet tőlem is lehet vásárolni, de sokkal könnyebb a gyártónak azt mondani, hogy elküldöm az országos terjesztőkhöz olyan helyre, akik nagykereskedőnek számítanak, vagy helyi nagykereskedőnek számítanak, és ezáltal onnan el fog jutni a kiskereskedelmi boltokba, és oda olyan boltokba kerül be ezáltal a termék, ahol a fogyasztó egyébként is bejár élelmiszerboltok, autósboltok, vagy különböző, ugye van hatalmas rendszere az állattartóknak is, vagy egyszerűen bemegy a drogériába, stb. Stb. Tehát ezek az úgynevezett kiskereskedelmi boltok. Azt tudjuk, hogy minden egyes üzleti lépésnél reklámozni kell a terméket. A cégünk is tudja. Azt is tudja, hogy hiába vagyunk most
161 országban jelen, és van nagyon-nagyon sok millió fogyasztója. Ha nem beszélünk a termékről, és nem adjuk tovább a hírt, tehát nem reklámozzuk, akkor ez a forgalom le fog csökkenni. Ezért a cég külön azt, amit reklámköltségre osztott volna le, külön elkülönítette, és azt mondja, hogy különböző formában a megfelelő szinteken azoknak az embereknek fogja odaadni ezt a pénzt, akik reklámozzák, akik viszik a hírt arról, hogy van gél, hogy van termék, hogy mivel változott az ő élete, mi segített az alvásában, vagy mi segített a gyógyulásában, és elmondja a környezetének. A cég ezért úgy döntött, hogy ezt a hatalmas áttétet, ugye beszéltünk arról, hogy egy kézben van minden, tehát ő gyárt, és közvetlenül a saját raktáráruházain és láncain keresztül juttatja el a terméket a fogyasztóhoz, és mi vagyunk a reklámhordozók, akik ismerjük a terméket, és nem tartjuk titokban, hogy mit eszünk és mit csinálunk. Ezért van az, hogy egy felépített, nevezzük marketing táblának, a következő egyszerű dolgokat érdemes megjegyezni. Abban az esetben, hogyha bárki ezen a weboldalon, vagy bármelyik ország weboldalán regisztrál és vásárol, akkor ebben az esetben azonnal 5% kedvezményt ad a cég, bármeddig, addig, amíg vásárol. Ha elértük a nagykereskedelmi kedvezményt valamelyik 2 hónap alatt, összesen 2 pontnyi forgalmat vásároltunk, akkor azt érjük el, hogy 30%-os kedvezményt ad a cég, és mivel látjuk, soha nem minősít vissza, ha nincs forgalom, mert 2 év, meg 5 év, meg x évig nem vásárol, akkor nem minősíti vissza. Egyedül annyit kér a cég egyébként, hogy 3 évente egyszer legalább legyen ezen a fogyasztói kódszámon forgalom. Azt is díjazza, hogy ha valaki 1 hónap alatt 4 pontnyi forgalmat kreál a kártyáján, de ez már tényleg üzletépítés, és nagyon könnyen egyszerűen meg lehet tanulni, hogy hogyan oldjuk ezt meg. Abban az esetben, hogyha egy aktív munkával és egyértelmű csapatépítéssel létrejönnek ezek a különböző szintek, tehát körülbelül 4-5 csoport az, aki viszi a hírt, és saját maga körül, saját környezetében, szintén 4-5 embernek elmondják azt, hogy létezik Forever, és vásárolnak kicsi vagy nagyobb forgalmat, akkor van egy ilyen, eljutunk ehhez az úgynevezett supervisory szinthez. Az igazgatói szinten 2 darab supervisor nőtte ki magát, és ezáltal igazgató helyettes lett a vezető. És abban az esetben, ha nem 2, hanem 3 supervisor van a csapatban, akkor a vezető menedzserré vált. Azt láthatjuk itt, hogy fölül a saját kódszámodnak saját kódszámodnak a kedvezményét mutatják, itt lent pedig azt a bónuszt, amit a különböző kiegészítve a különböző csoportokból küld a cég. Milyen bevételi lehetőség van? Lehet természetesen terméket forgalmazni visszafogottan, hiszen nem ebből van a sok pénz, és nem ez az elsődleges feladat. Nagyon sokan csak ezt ismerik, megveszek valamit és eladom, tehát én nem fogom megtiltani, illetve a cég is mondja, hogy igen, van erre is lehetőség. A másik oldal az, amikor csapatot építünk, és erről beszéltem, hogy 3-4-5 fős csapatot létrehozunk, már szintet tudunk lépni.
Jogdíjszerű jövedelemben nem is a jog, itt jogdíjszerű jövedelmet alakítunk ki, és alakíthatunk ki, de az a különlegessége, hogy egész a világon. Tehát akár Magyarországon élünk, akár bárhol a világban, regisztrálhatunk a bármelyik földrészre, és ez a regisztrált forgalom és az ott lévő forgalom és jövedelem, az természetesen önhöz el fog jutni. Különböző bevételek vannak, amikor jogdíjszerű jövedelemről beszélünk, mert abban az esetben, hogyha visszamegyünk, vagy abban az esetben, hogyha igazgatói üzletből további igazgatókat, tehát további csoportokat segítünk abban, hogy igazgatókká váljon, akkor itt nem csak azt jelenti, hogy különböző megnevezése van, hanem ezekből a csoportokból már jogdíjszerű jövedelmet fog a cég küldeni nekünk. Mit jelent az, hogy jogdíjszerű jövedelem? Teljesen hasonló, mint amikor valaki megír egy darabot, egy színházi darabot, egy filmet elkészítenek, vagy egy dalnak van egy jogdíja. Azt bármikor ugye a filmet lejátszák, a zenét lejátszák, akkor bárhol halljuk, vagy bárhol használják ezt, akkor úgymond díjat kell fizetni ezért. Picikét, de díjat kell fizetni ezért, és ebben az esetben azoknál az embereknél, akik már nem élnek, de a darabot, az ő zenéjüket, az ő videójukat vagy filmüket játsszák, a család ugyanúgy megkapja ezt a jogdíjszerű jövedelmet. A Forever cég is így állította össze. Lehet ugye az autóösztönzőre minősülni, az utazásokra minősülni. Évente kettő nemzetközi utazás van, tavasszal van egy úgynevezett globál rally, vagy globál találkozó, ősszel, így szeptember végén pedig az Eagle Manager, ami már az igazgatóknak is nagyon szép kihívás, és nagyon szép ajándék, hogyha ezt elérték. És hát természetesen abban az esetben, ha valaki már vezető igazgató, tehát több igazgatója van, akkor a cég neki is ír egy ösztönzőt, mégpedig azt, hogy segítsd minél több embernek, hogy nagyot növekedjen, és ezáltal te is megkapsz a növekedésből, a pozitív változásból kapsz bizonyos százalékot, és ezeket az összegeket látjuk itt. Tehát egy aktív munkával föl lehet építeni egy igazgatói üzletet, és egy passzív rendszert, egy jogdíjszerű jövedelmet. Szoktam viccelődni, hogy a passzív jövedelem az nem azt jelenti, hogy nem jön, mint bizonyos cégeknél a fizetés, hanem azt jelenti, hogy az aktív munkára, az aktív tevékenységre nekünk nincs szükségünk. Fölépült, és az a vezető, ha itt önmennek van egy egyetlen embere, az a vezető önállóan a saját érdekében, a saját vállalkozásában dolgozik, és ebből fog jóváírni 6%-ot önnek a cég. Tehát a Forever cég egy team marketing vagy network marketing rendszer, amely az életstílusban az anyagi javak és az anyagi jövedelmek kialakításában sikereket lehet elérni, és egészséget tudunk kínálni az embereknek. Miért pont a Forever cég az, amivel hiszen van más network marketing rendszer is, miért pont itt dolgozzunk együtt, és miért pont ezzel érje el ön a céljait és az eredményeit? Ez egy bizonyított üzleti modell, tehát 45 éven keresztül itt van a cég a világon, folyamatosan fejlődik, ő folyamatosan fejleszti a termékeit, tehát biztos vagyok benne, hogy nem ma kezdte, tehát tudjuk, mi az, amivel eredményt lehet elérni. Nincsen felső határa a keresetnek, igazából mindig mindenki csak fejben saját magának tudja a határt megszabni.
egy örökölhető passzív jövedelmet fog kialakítani az üzletben. Teljes rugalmasságot ajánlunk, akár az időbeosztásban, akár a haladásban, akár a képzésben és tanulásban. Van egy teljes online és offline képzési rendszerünk, ahol ezt az egyszerű, de nagyszerű üzleti lépéseket meg lehet tanulni, és természetesen nálunk mindig van az elismerés, és mindig megvan az elismerés. Úgyhogy én nagyon köszönöm a... És akkor már is kimentem. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet. Örülök, hogy együtt tudtunk gondolkodni, és elmondhattam azt, hogy van lehetőség arra, hogy pénzt keressünk, és egészségesek maradjunk, vagy egészségessé váljunk. Én tudom, hogy ez egy pár gondolat volt, meg kell találni, és meg kell keresni azt, hogy önnek, vagy neked pontosan mire van most szükséged. Nincs kötelező munkavégzési lehetőség, de hogyha azt mondod, hogy ki kell egészíteni a jövedelmemet, vagy le kell cserélni a jelenlegi munkámat, mert ez hosszú távon nem fog menni, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézzük át a te igényeidet, ehhez rakjuk oda, hogy milyen üzleti szintet, milyen szintet érdemes és lehet elérned, és meg kell csinálnunk együtt. Én abban az esetben, ha nem tőlem kaptad a videót, vagy kapta ön a videót, akkor kérem, forduljon ahhoz az emberhez, aki ezt a videót megküldte, és készítsenek egy nagy tervet, és valósítsák meg az álmaikat, céljaikat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, minden jót kívánok, és bízom benne, hogy találkozunk valamelyik rendezvényen.